Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez itt az Erdély Kávéház, ezúttal egy improvizált kávéház a Köteles utca 6 szám alól. A Művészeti Egyetem laboratóriumában ülünk, de hát el vendég van, aki még kávéházat is készítünk itt gyorsan. Nem más, mint Csepeli György. Csepeli György, szociálpszichológus, szociológus. 1946-ban született Budapesten. Az Elte bölcsészkarán orosz irodalom és pszichológia szakon tanult, 1972-től az ELTE BTK szociológiai tanszékén dolgozott, 1986-tól tanszékvezetőként. 1989-től már részt vett a nemzetközi tudományos életben, több évet töltött az Egyesült Államok különböző egyetemei mint professzor. 1993-tól a Magyar Szociológiai Társaság elnöke, elnökségi tagja. A társaság 2009-ben újra elnökévé választotta. A szociológiai szemle, a politikatudományi szemle és a jelkép folyóiratok szerkesztő bizottsági tagja. 1995-ben részt vett az első nemzeti informatikai stratégia kidolgozásában, távközlési adatbázisra alkalmazott üzleti intelligencia kutatásokat végzett. 2002 és 2006 között az Informatikai és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkáraként, majd 2006 és 2008 között a Kóka János által vezetett Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, végül Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon miniszterelnöksége alatt 2008 és 2010 között a miniszterelnöki hivatal közpolitikai igazgatójaként tevékenykedett. Legfőbb kutatási területe az előítéletek, a rasszizmus és az idegen gyűlölet, a csoportközi viszonyok, valamint a nemzeti érzés és tudatvilág tudományos igényű vizsgálata. Jó estét! Jó kívánok, kedves nézők! Szociológus, filmszínész. Most... De a filmszínész az, az, az most, az most nem, nem nincs fejlesztés szóval. fiatal voltam, akkor működött. Nosztalgiával gondolsz vissza rá? Hát most fog megjelenni a könyvhétre egy könyv, ami az életemről szól, uh -huh. és a konklúzió volt éppen az, hogy most vagyok igazán fiatal, most élvezem legjobban az életet. Igen. Igen. Ez érdekes, hogy valaki a napokban mesélte, hogy 72 évesen, hogy uh, úgy, úgy 40 éves korában megállt az idő, és azt mondta, hogy minden nap úgy érzi magát, mint akkor, és, uh, és nincs öregkor. Hát nincs, nincs. Mondom nálam, úgy van, hogy lehet, hogy persze visszafele megyek, mint a Karinti novellában, nem tudom, de a, ennyire az agyam nem fogott soha, és valószínűleg az előnyem az, hogy azért rengeteget láttam, rengeteget tapasztaltam, tehát az bázisom, hogy modern legyek, az hmm. nagy, és az algoritmusaim, azok most szerintem, azok tudnak bánni ezek az adatokkal. Nem, hogy dicsekedni akarok, hát, de nem. neked is egy perspektívaként ajánlom, hogy 70 után kezdődik az élet. Hát már olyan sok nincs hátra, de olyan kíváncsi vagyok, kivárom, <laughs> meggyőztél, eddig nem voltam benne biztos. Egy nagyon fontos, a testedre vigyázni mm. kell. Szóval az egészség az egy alapfeltétel, de ami itt a, a, szoftvert illeti, hogyha rendben van a hardware, akkor, akkor a legjobb pilátások. És ilyenkor bizonyítan. már nem erről akartam veled beszélgetni, de most már nagyon érdekel lett, hogy én megbántál valamit, amit, amit mondjuk 30-40 között követtél el? Meg, jó dolgot megbántam. Ebből a kötetben erről szó van, és tulajdonképpen ugye a riporter minden áll, azt ebből kiúzni, hogy bűnök, bűnök, hát. Uh -huh. De én nem bűnökben gondolkozom, a bűn az egész életem, uh -huh. hanem hibákban. Uh -huh. És hát rengeteg hibát követtem el. De ezek olyan hibák, amik szerintem hozzátatunk az életnek a természetéhez. Tehát nincs tökéletes ember, a gép tökéletes, vagy robotokról volt szó a mai konferencián. Hát együtt kellett éljek ezekkel a sokszor borzalmas hibákkal, amelyekkel uh -huh. nagyon taknyoltam és hát volt, amiben tudtam tanulni, magánéleti hibáimban például nem tudtam tanulni. Szóval mentem be ugyanabba az izébe, ugyanabba az egérfogóba, is. ugyanúgy, és mindig nyomorultan és szegényen és megalázottan jöttem ki belőle. De a közveti téren talán tudtam, amit tanulni. A legnagyobb hibám az volt, hogy belementem a politikába, négy évig. Államtitkár voltam négy évig, meg ott a kormány körül Kerintem, mint úgynevezett. Nagyon pozitívum. Pozit, de, de, de belülről az be... első olyan magyar politikus voltál, akinek az üzenete is átjött, mert lehet, hogy más is mondta, csak nem jött át az üzenete, hogy informatikában kell gondolkodni, és előrefele kell menekülni, nem visszafele. Ez, az üzenet az teljesen rendben volt, és hát itt Erdélyben is rengetegszer megfordultam ebben az ügyben, de ami frusztrált, hogy az személyiségem nem alkalmas arra, hogy az üzenetből aztán csináljak, hogy az igéből mondjuk test csináljak, ahhoz egy teljesen más típusú ember kellett volna, mint én. Szóval jók voltak az ötleteim, de azt kellett átlássam, hogy, hogy nem, nincs meg bennem az a természetes primér agresszivitás, mint egy tank. Én nem mondanám agresszivitásnak, ami belőletek hiányzott, és a, a te gondolkodói köreidből, mondjuk ezek a liberális emberek voltak, az a pragmatizmus volt, hogy, hogy van elméletben nagyon jó de mikor, na jó, akkor ide, most kinyitjuk az ajtót, kimegyünk te balra, én jobbra, ne, 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 várja, szervezzük meg, és akkor akkor mindig úgy eltaknyolódott. Vagy, 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 Ez is meg volt, de a, a, döntő azért az, hogy, hogy azt tudom, hogy az a, a, politika az olyan, mint a, mint a hadviselés, ezt az Orbán Viktor nagyon jól látja, és ennek következtében csak koncentráltan megfelelő stratégiai terv és azonnali cselekvéssel lehet ötleteket megvalósítani. Más kérdés, hogy én nem stadionokat akartam volna építeni. Uh -huh. Mit szerettél volna építeni? Hát az álmom az volt, az volt, hogy egy, létrehozok egy, egy, digitális Magyarországot. Mondjuk erre meg volt a példa a Szingapur, és akkor az lett volna a, a vége, de ezt már nem sikerült megcsinálni, hogy, hogy üveghálózattal lefedem az egész országot, ami egy nagyon nagy ö, sebességű ö, internetet tesz lehetővé, és minden település, akár kicsi, akár nagy, kap wifi-t, uh -huh. ami aztán tovább multiplikálja az eredeti ö, sávokat, és ennek következtében egy olyan digitális, ö, Valóság jöhetett volna létre, amelybe fokozatosan volna, betelepülhettek volna a, a tényleges valóság elemei a kormányzatok kezdve a gazdaságban át az oktatásig. Tehát ez egy nagyszabású vízió volt, ezt nem sikerült megvalósítani. Akkor beszélgessünk erről. Én Romániában, hogy másik oldalon, de hasonló témában dolgoztam, és a vágyam az volt, hogy azt az intézményt, amiben dolgoztam, ez mondjuk a Magyarországi ORTT-nek felel, meg Romániában audiovizuális tanácsnak hívták, hogy mindent informatizáljunk, és ne kelljen utazzanak az emberek, ne húzzanak akkor a ökocsíkot maguk után, hogy egy papírt el kell intézni, fel kell jönni Bukarestbe, ezért ott volt a munkahelyem, és akkor minden digitalizálni, minden e mailem minden bejelentkezem, nézem a kontómat, és az emberek utasították el a legjobban, mert azt mondták, hogy ha valamit rosszul töltök ki, akkor a rendszer visszadobja. És akkor, akkor inkább lemegyek, inkább az irodista töltse ki helyettem, nekem az úgy kényelmes, és meg is fizetem. Ez nem korrupció, hát két liter pálinkát azért nekem megér. És, és ezen bukott el annak idején ez a nagy tervem, hogy, hogy az intézményt Nekem a fejemben nem az volt, hogy a egyik pillanatra másikra átkapcsolom. A, a fizikai Magyarországot egy ilyen digitális Magyarországra. Nyilvánvalóan ez csak egy lehetőség lett volna, egy opció, és azért, ahogy megfigyeled és te is idéztél ilyen a mai előadásodban nemzeti eredményeket, ahogy újabb és újabb nemzetek lépnek be az életbe, azért ez a fajta ellenállás egyre egy inkább csökken. Mm. És ma már ugye akkor még nem, de ma már a mobil technológia, az, az hogy a zsebedben van az egész világ, ez lehetővé teszi ezt a fajta ezt a fajta interakciót a digitális és a nem digitális között minden egyes embernek bárhol is legyen, és ha már így az idősödésről beszéltünk, akkor egy nagyon fontos szempontot, ha kiragadnék, az egészségügyet. Tehát uh -huh. Rengeteg ember életét meg lehetne menteni fizikailag, hogyha azok az alkalmazások, amelyek rendelkezésre állnak egyébként, ő használná a mobiltelefonján, uh -huh. vagy hogyha lennének a testén olyan érzékelők, amelyek mondjuk előre jeleznék azt, hogy infarktust kap, hogy roham vagy Kap, mm -hmm. vagy mit tudom én bármit. Tehát őrült lehetőségek vannak, amelyeket mind-mind úgy lehetett volna kiasználni, hogyha az én elképzelésem a, az internetről, mint közműről megvalósul. Mm, ez jó Megvalósult meg. Internet, mint közmű. Mint közmű, ugye? minden. Csatornázás, Ez volt az én uh -huh. De hiába vagyok a okos uh -huh. és ki tudom uh -huh. találni dolgokat, de hát nem voltam, ugye azért ez olyan jellegű dolog, hogy sok pénz kell hozzá, de hát vannak alkotmányos költségek, és ezeket én nem tudtam már igazán bekalkulálni. Beszéljünk a szociológussal, beszélgessünk a szociológussal. Magyarországon ugye nem régiben választások. Mik? Választások, szavazások folyt. Te mondtad délelőtt, <laughs> tudtam, hogy ezt a szavazásról. Jó. Súlyának nem megfelelően jelent meg például a határon túli magyarság ebben a ebben a kontextusban, hogy ki kezdte hamarabb, ez most már szinte teljesen mindegy, volt, aki arra épített, hogy, hogy ne, volt, aki arra épített, hogy igen, és úgy veszem észre, hogy a határon túli magyarság, és ezen belül ugye a legnépesebben szavazásra, választásra regisztrált románi magyarság egy olyan szerepet játszott el Magyarországon, ami, ami befolyásolja a magyar közéletbe való megítélését így látom én kívülről. Te, mint szociológus, mit mondasz erre? Ez egy, ez egy nagyon szomorú történet. Ugye elkezdődött Rianonnal, de most nem megyünk be az elmúlt száz évbe. Azért az egész történet akkor lett nagyon, nagyon kellemetlen, amikor ez a népszavazás hisztéria volt még valamikor a, igen, nem tudom, a állampolgárság kapcsán. És akkor uh, ilyen, ilyen tulajdonképpen hamis identitások, hamis jogcímek, hamis elképzelések keletkeztek, mind a, a, a magyarországi magyarok, mind a határon túli magyarok körébe, amelyek megosztották őket, ott is, meg itt is. Uh -huh. Mert hát nyilvánvalóan nem attól lesz valaki magyar, hogy hogy kap egy magyar igazolványt, vagy kap egy magyar útlevelet, hát akkor az ne, semmi. Ebben az ügyben most a választások kapcsán igazán a hunyó az nem a romániai magyarság volt, hanem az ukrajnai. Uh -huh mert ott ők meg lettek gyanúsítva azzal, hogy voltaképpen nekik ez egy biznisz, hogy csak azért van, hogy a nyugdíjat kapják, hogy buszokkal jöttek át a határon szavazni. De valóban abban igazad van, hogy a percepciója az erdélyi magyarságnak ebben a választási kampányban, Meglehetősen negatív volt, hát nyilván hogy az ellenzéki körökben. De mivel a fidesz tulajdonképpen 2 millió 500 ezer szavazott, tehát nyugodtan mondhatom, hogy a többiek azok osztoznak ebbe a negatív percepcióba, mm. és vagy arra gondolnak, hogy hát, hát most mi, mit, mit keresték ti itt? Hát, mm. mi, mi, miért szavaztok ti arról, hogy nekünk mennyi adót kell fizetni, mm. vagy hogy, hogy. Tehát én megosztottabbnak látom, Ez, ma. Megosztottabbnak, a... megosztottabbnak látom a magyar nemzetet, mint Amióra, amióta én emlékszem erre. Igen, hogy... ez nem egyesítette ez a elgondolás Sőt, a ki, magyar ki? nemzetet. Tehát, hanem, tehát hanem a Kádár rendszer volt. alatt, ugye, amikor nem volt tildomos erről beszélni, vagy legalábbis ma ezt mondjuk, de ha végig gondolom, azért csak-csak volt valami, mindegy. Nem, nem nagyon tudtatok, nem nagyon tudott Magyarország rólunk, minket ez engem például nem zavart ez a dolog. Jó, most felhívtuk egymásra a különbségekre a figyelmeket, és nagyon kidomborítottuk ezeket a különbségeket, és akkor megjelentek ezek az úgymond érdekellentétek, elveszi a munkámat, csak egy befektetési terület, hogy felvetődik bennem a kérdés, valaha a magyar nemzet egységes volt? Melyik az a legkisebb közös, többszörös, vagy, vagy micsoda a legnagyobb közös osztó, ami, amire azt mondom, jaj, ez még egyben van? Hát ilyet, hogy egység, ezt nem lehet kijelenteni. Mm -hmm. Ugye ez egy, ha fizikailag veszed ezt a fogalmat, akkor megszámolod, azonosítod, tehát rendben van. De hát a, egy nemzet az, az nem egy anyagraktár, ahol minden egyes, nemzet magyart meg tud számolni. Ez egy, ez egy lelki alapállás, ami egyes embereket arra kényszerít, hogy egységbe lássák azt, ami, ami nem egységes, másokat meg arra késztet, hogy tulajdonképpen a saját környezetükbe próbálják megtalálni azt, ami, ami nekik jó, nekik értékes, és ami esetleg nemzeti, de nem azért, hogy utána meg tudják magukat különböztetni a másiktól, hogy az meg nem nemzeti, az meg idegen. Tehát itt különfajta felfogásoknak a versenyéről van szó, és ilyen értelme véve azt hiszem, hogy ez a hisztéria, ami volt a, a akár választás, akár szavazásnak nevezzük, tehát április elején, ez, ez egy múló jellegű dolog te idézted az előadásodban, az nagyon tetszett, hogy végülis most nem tudjuk, hogy az erdélyi magyaroknak volt a szerepük, vagy nem volt a szerepük, hogy vesztettek, vagy nyertek a kormánypártok mandátumát. Aki a győztessel tartott, az mindig azt fogja mondani, hogy győzött, aki nem tartott velük, azt mondja, hogy vesztett. De te akkor is irreleváns volt, mert egy mandátum ide vagy oda, az tényleg nem jelent semmit. Szerintem ez egy olyan típusú játszma volt, játékelméleti nyelven fogalmazva, amelyen mindkét fél veszített. Mindkét fél veszített és ez a civil kapcsolatokban újraépíthető, vagy azt Szerintem teljesen újraépíthető. Uh -huh. Tehát az orvosok az orvosokkal mondjuk. Hát, vagy a, ha veszed a a határok közötti, határok közötti gazdasági mozgásokat, azok soha ilyen jók nem voltak, mint most. A vállalkozások, a munkaerőnek az ide-oda áramlása. A, az életnek egyéb területein, amik, amik normálisak, én szerintem az Európai Uniónak a, a hatása, bár sok szempontból az Európai Unió megérett arra, hogy, hogy bíráljuk, de hát ez egy felülmúhatatlan haszna itt a közép-kelet-európai határok tekintetében ezt, a, ezt az átjárhatóságot megteremtették. Jó, még Románia esetében még van egy kis formális dolog. De hát a Szlovákiában nem veszed észre, hogy mikor vagy. Igen vagy Ausztriába, vagy, vagy Horvátországba, vagy Szlovéniába. Tehát érzésem szerint... De egyesek szerint ez nem jó. Ez, ez európai szinten szociológusok figyelik ezt, hogy ez az újra nemzetben való gondolkodás, ez erősödik? Hát az, hogy pszichológia erősödik bizonyos esetekben, erősödik bizonyos esetekben, nem erősödik. Mert nyilvánvalóan, hogyha valaki ebben az egységes sülő itt az egység az gazdaságilag értendő uh -huh. európai térben azért úgy érzi, hogy, hogy vesztes, tehát hogy nem tud érvényesülni, mert nem tud angol, nem tud németül, nem tud spanyolul, de ez nem egy beleszületett fogyatékosság. Uh -huh. Viszonylag jól meg lehet tanulni ezeken a nyelveken, egy románnak pláne. Akkor, akkor szerintem ez a fajta bezárkózás nincsen. De hogyha valaki vesztesnek ézi magát, akkor, akkor bekövetkezik a bezárkózás, és erre bizonyos politikai erők rá is tudnak játszani. Mm -hmm. De összességében úgy érzem, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok a bezárkózók és a kinyitók között. Mm -hmm. Na most érintetted ezt az európai identitást, azt mondtad gazdasági értelemben, szellemi értelemben valaha, az elkövetkező generációk elképzelhető, hogy lesz egy európai identitásuk, egy alapos európai identitásuk? Ezzel nagyon betaláltál a, a szívembe, vagy az agyamba. Pár hete volt egy európai örökségvédő konferencia kőszegen, most ott dolgozom, egy nagyon jó intézetben, és ott pont az európai identitás képítéséről beszéltem, és valahogy azt a gondolatot vezettem elő, hogy ahogy annak idején a nemzeteket elkezdték építeni, mert azok se úgy csak úgy Zeus fejéből pattantak ki, mint Palasz a, kellenének bizonyos alapok. Egy, ilyen alapok. egy ilyen alap szerintem lehetne az, hogy ez a fajta konyha angol, amit már uh -huh. úgy nagyjából sok helyen beszélnek, egyes országokban gyakorlatilag csak ezen a nyelven van, Hollandiába. Igen. Hollandia az most már egy ilyen kisebbségi tájszólás lesz az angolhoz képest, vagy Norvégiába. Tehát kellene egy egységes nyelv, ez, ez megvan az angol. Uh -huh. Ezt kellene minden országban tanítani, hatodiktól kezdve, sőt, lehetne Hamarabbé. bizonyos tárgyakat uh -huh. ezen a nyelven. Tehát lenne egy nyelvi ügyes, mert ezzel kezdődött a nemzetépítés. Utána kellene egy, egy a naptárnak egy áthangszerelése, mert ha megfigyeled, jelenleg egyetlen egy európai nap van, a május 9 az összes többi az, az, az a nemzetek számára, hol nap, hol nem nap. A magyarok ilyen szempontból egy teljesen extra nemzet, mert nekünk az összes ünnepünk kivéve az 1. augusztus 20 az gyászünnep. Na, most én olyan európai... Hát, március 15. Nap, hát március 15, ne vicceled, mekkora bukás volt utána, utána. de, na, de, de hát, mi az elejét ünnepeljük. Na, de az, hát igen, de, de látni kell, a végét a politikusok nem látják. No <laughs> de, a, a, de akkor, tehát ez a másik dolog, a kalendárium. Kellene igen. egy európai kalendárium. Akkor kellene európai e, profilok, európai hősök, olyan, mint a Leonardo, olyan, mint az Erasmus, igen. olyan, mint a Columbus. Azért van bőven, Akiben Akiből egy gyerekét, amikor azt mondja, mint hogy hát persze nálunk ugye a példakép az Régi, aki kirohant és öngyilkos lett. De, de normálisabb országokban azért van olyan, van olyan figura, aki azt mondja, hogy hát nézd, legyen olyan, mint Churchill, igen. vagy legyen olyan, mint de Gaulle. Igen. Hát nálunk ilyet nem lehet mondani, mert azt azt mondom, legyél, mint Kossuth, igen, menjék ki és haj meg Torinóba igen. számzett. Legyél, Mű. mint a Görgei, Mű. akkor te leszel a nemzetnek Várul, a bűnbakja. Rákóczi, akkor mehetsz Rodostóba. Tehát lenne egy ilyen európai panteon. De várjál, ezt, ezt a fajta magyar bűnbánatot, ez, ez egy tudományosan felépített. Erre majd rátérünk, csak ja, okay, 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 Volt a nyelv, volt a kalendárium, kalendárium volt a, kalendárium, a a és ami nagyon fontos, a jelképek. Megnéztem, hogy milyen jelképek vannak. Van ez a nyomorú zászló. Akkor. Igen. De a himnusznak nincs szövege? Nincs. Na de hát ez nonsens. Hát jó, jó, de a szabadkönyvház is ezt tényleglik. De nem, kell szöveg, kell szöveg, jó, jó. egy normális himnusz szöveg. És akkor utána kellenek ezek a mobilitási sémák, amik részben megvannak, mert az Erasmus nagyon jó, igen. akkor van a Líder, az nagyon igen. jó, az a kis településeknek. Igen, igen. És rengeteg olyan, mi van még, ami az Európai Kultúrás Főváros, az is Igen. nagyon jó. Tehát fokról fokra szerintem föl lehetne építeni valami olyat, ami európai identitás, és az nem azt jelenti, hogy te attól kevésbé vagy magyar, vagy kevésbé mm. vagy román. Mm. Egyáltalán nem. Csak egy ilyen kötőjeles, európai-magyar, európai-román. És ezt meg lehetne csinálni akkor, hogyha az Európai Bizottság és az Európai uh, Tanács, meg az Európai Parlament, és mondhatnék még néhány ilyen európai szóhivatalt, ezek nem bürokratikusan gondolnák el a dolgot. De jelenleg bürokratikusan gondolnák el a dolgot. Ugye azon gondolkoznak, hogy a gyufas katuja az mitől európai? De hogy te meg én mitől vagyok európai, az nem Erre volt semmi. egy javaslatom, és Kogdeburgnak elmondtam annak idején Brüsszelbe. Nem lett belőle semmi, de legalább elmondhatom, hogy elmondtam. Azt mondtam, Európában csak annak a szállodának adhassanak négy csillagot, amelyeknek a kábel-tv ajánlatában kötelező módon egy darab ingyenes csatorna működik a, a, a nyelven. Tehát a 27 tagországból egy csatornát átvesz. Tehát csak akkor van négy csillagod, hogyha én Tök Prágától, Torinóig, Brüsszeltől, nem tudom micsodáig bemegyek, négy csillag, akkor van egy darab magyar csatornám, egy darab román csatornám, egy darab... Tehát minden európai nyelven, hogy megtalálhassam, hogy otthon érezzem magam, hogy hogy megismerkedjek. Ez az Euronews, ez nem még igazából... De a jobb, jobb, hogyha valami a nem lenne. De egy jobb, jó Ugyan, példa. kellene egy európai kultúrás csatorna, mint a Mezzó. Tehát, hogy mondjam... Ez vagy több. Vagy több. Ezeket meg lehet lehet Igen. és ennek az eredménye lenne az, hogy ha 25 év múlva csinálnak egy olyan vizsgálatot, mint most a Radu csinált, hogy ki vagy te, akkor azt mondom, hogy európai vagyok. Igen, hát De ez, ez magától nem fog létrejönni. jönni. É, Amerikában mindig európainak éreztem magam. Hát nem véletlen. Tehát ott valami olyan európai identitás jött ki belőlem. De Most nem ártam, hogy itt is ezt reprodukálnád, ezt az érzést. Tehát a... hát nem érzem magam, ma, ma például Marosvásárhelyen én nem érzem rosszul magam. Azt az át kell nézni Ja, nem, 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 nem én, nem úgy se én sem magam Marosvás rosszul. De megtörténik Magyarországon, hogy olyan, olyan, buborékba, olyan buborékba keveredek, hogy, 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 benyúlok titkon a zsebembe, és megtapogatom a román útlevelem, és én még innen haza mehetek, de ezek mit fognak csinálni? Lesz józanodás napja Magyarországon, szerintem? Lesz, 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 lesz. Hát mm. ez, ezek ilyen Pláne ugye beszélt, vagy majd fogunk beszélni, nem tudom mennyi idő van még a úgynevezett magyar nemzeti karakterről. Jövőre. Jövőre akarok kínálni egy könyvet, akkor remélem, hogy majd magyar nemzeti karakterről. De ez egy nagyon megosztó téma lesz. Mondok egy példát. Ugye volt annak idején ez a szerencsétlen népszavazás, amit már mindenki elfelejtett, hogy egy Patrobány Miklós nevű kalandor dobta be. Mindenki Gyurcsánynak a nyakába varta. Mitoszokat építettünk fel Elbukott a magyar, de meg nagy része azt mondta, hogy nem érdekli őt ez a téma. De itt érdekelte. Jó. Tehát azért az sebb lett. Ma, ha megtartanák azt a népszavazást, hogy adjunk-e magyar állampolgárságot a határon túl élőknek, ma sikeres lenne ez a népszavazás? Az a baj, hogy ez egy rossz kérdés, mert ugye... Én tudom, hogy rossz kérdés. véve az állampolgársággal semmi probléma nincs. De senki nem merte De feltenni függ, a... hogy mi jár ezzel az állampolgársággal. Tehát, hogyha Igen. ugyanazok a jogok járnak, ugyanazon kötelezettségek Igen. nélkül, Igen. Igen. akkor szerintem a válasz az nem. De ez egy ez Tehát egy, ezt akartam ez egy mondani, hogy, hogy, beszélünk, ez beszélünk. Egy átveri, átverő szó volt. Ezt mondom, hogy beszélünk, beszélünk, hogy megadtuk a kettős állampolgárságot, de nem merted népszavazással lábocsátani, mert tudtad jól, hogy el fog bukni. Így van. Így Tehát van. van egységes magyar nemzeti karakter? Olyan értelemben nincsen, hogy hogy minden egyes magát magyarnak mondó vagy magyarnak mondott emberben ez meg lenne. Tehát ez nem egy rassz jegy, Igen. hogy te magyar vagy, de olyan értelemben van, ahogy az ember követi a divatot, és akkor bizonyos dolgokat magáénak vesz. Tehát ez egy, ahogy a szociálisan mondják, ez egy mém. Van egy magyar mém vagy mémeknek a rendszere, van egy egy amit külsőleg sztereotípiának neveznénk, de egyébként a gyerekkortól kezdve, a felnövekvés során elfogadunk bizonyos dolgokat, amelyekről úgy gondoljuk, hogy magyarok, és azonosítjuk magunkat velük, akár akarjuk, akár nem. Egy példát, hogy mondjak neked, itt van ugye a, a himnusz, ami, hogyha összehasonlítod a világ 193 más országának a, a himnuszaival, akkor azt fogod mondani, hogy még egy ilyen himnusz nincs a világon. Mert ez lényegében nem tölti be a himnusznak a szerepét. Hogyha az Európai Uniónak ez lenne a himnusz, akkor az Európai Unió öngyilkos lenne. Mert ez egy de gyönyörű ez a Igen. himnusz, de ez egy, Hát nem tudsz szerelmet valami azzal, hogy rögtön azt mondod, hogy hát édesem, te el fogsz pusztulni, én el fogok pusztulni, addig is, amíg kölcsönösen ellen pusztulunk, csinálunk néhány gyereket azért, hogy azok halálosan betegek legyenek és meghaljanak. Hát ezzel, ezzel, nem fogod megszerezni a, a, csajt. Igen, so. Most ezt, a mondjuk. nemzetet, ezt a nemzetet sajnos ez a himnusz mérgezi lelkileg mióta csak hivatalos himnusz. Én hallom, minden évben elmegyek a gyerekemnek a évítőjára, vagy az évzárójára, és akkor ugye ezzel kezdik. És akkor nem elég, hogy ezzel kezdik, utána van valami ünnepi beszéd, akkor jön a szózat, Igen. ami a nemzetsíra. Igen. Még, még egyet Igen. rárak. Tehát. És este hazamegyünk, lejtszunk magunkat, jön a szomorú vasárnap. Jön a szomorú vasárnap, az, az, az urbánus, urbánus változata a nagyon jó. Tehát van egy, a... ez egy, ez egy, egy teljesen speciális, ilyen negatív alaptónus, Igen. és amit kérdeztél, úgy jött be ez a beszélgetésbe, Igen. hogy mikor lesz ennek vége, hogy ugye van a szalmalány mentalitásunk, amit már Széchenyi annak idején leír. Éppen az egész dologban széchenyi akarom követni, Igen. ahogy ő a hitelben ezt felvázolja, az Ejnek és a Zollennek a feszültségéből akarom majd levezetni. És a, a, a szalmaláng, ugye azt, azt ma már úgy mondják, hogy mánia depresszió. Ez Igen. egy kollektív mánia depresszió. Most volt egy kollektív mánia, ebből lesz majd egy kollektív depresszió, és hát valamilyen módon azért ez, ez ki fog egyenlítődni, tehát nem kell kétségbe esni. Reggelig elhallgatnálak. Meg. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, még visszavárunk, és, és nagyon várjuk az új könyvedet. A, Meg lesz. A, 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 a óriási viták lesznek belőle, remélem. Remélem, mert akkor valahol, valahol önvizsgálatot is tudunk tartani, és most már, hogy én is örekszem, rájöttem, hogy egy önvizsgálat nem elég. Addig is olvasd el a Széchenyi hitelét. Jó. Jó. Mindenkit kérek. Mindenki erre. olvas el, tehát tévé kapcs, most neki a Széchenyi hitelének biztos megvan a Magyar Elektronikus könyvtárban, mert olvasni úgy is lehet. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, jövő héten ugyanitt, ugyanebben az órában a Viszontlátásra. Thank you.